Na! Na, Ungvarski! Oszta, hogy kihalászta a kezéből! Már edzek a saját gyerekemre. Igen, ez... Nagy-nagy szeretettel üdvözlök! Na, megpróbálom még egyszer. Jó. Várjál. Nagyon szeretettel üdvözlünk mindenkit, én Dave vagyok, és ez itt a Fun with Geeks. Itt van velünk Ung Dani. Sziasztok. Meri és Gábor a Gondéjel. Sziasztok! Valószínűleg egyébként már az intróból tudják, hogy mi történt, ugye? Valószínűleg tudják, hogy mi történt. Na már most egy Potion Explosion nevű játékkal fogunk játszani. Ne aggódjatok, Kaci is itt van, ott ül és beteg. De egyébként is csak nem látszott. Nem tudtam elintegetni. Ja, az Kaci, az jó? Megvolt. Csak négyen lehet játszani ezt a játékot, úgyhogy a Kacinak beleraktam valamit a kávéjába, hogy ne legyen vita abból, hogy valójában igazából Murray-t akartuk kiültetni erre a videóra. Ne is foglalkozzatok ezzel. Potion Explosion, ez valójában egy nagyon vicces, nem party játék, de itt nagyon kis stratégia van benne, és lehet szopatni a másikat. Végtelen egyszerű szabályok. Kaci itt elmagyarázza, és mit csinál? Tudod mit? Most semmit. Most simán fantáziátlanul elmondja. Fapofával végig. Tehát mindig? Vagy ilyen unott arccal? Nem tudom, találjunk ki neki valamit? Vezesse fel valami szar viccel fapofával. Ne, ilyen Dexter laboratóriumásan. Én adnám. Ja, a professzornak öltözve. Az, igen. Jó, oké. Okay. Professzornak öltözve. Ez tetszik. Megbeszélt ők, szerintem. Jó, az. Biztos, hogy van fehér szakáfesték. Nem? Nyomkomat teszem rá. Tudjátok, hogy kellene? Na? Elfelejtettem a faszi nevét a Csernobilból. Jaj, ne. Igen. Ne. Elképzeltem. Ide bevágta a vágónk. Itt, és most meg is mozgatja, mert ő meg tud mozgatni rá, dolgokat. És aztán... Csinálj ilyeneket? Na, most már mindenkit megszokhatunk, hogy itt mellett. Úgyhogy akár el is kezdhetünk játszani. Azt kezdi ezt a játékot, aki legutoljára kevert valamilyen italt. Azt mondtátok, hogy az, hogy én kihoztam nektek vizet, és belekevertem a nyálamat, az nem számít. Nem, az nem. Valóban. Én azt tudom felmutatni, hogy házi buliból jöttem. Ide? Igen. Délután 3 van. Ja. 4:30. Mit csináltunk másfél óráig? Te késtél felett. 20 percet késtem. Hát az 20 az már fél óra. Az már kerekíthetünk akármerre, amerre csak szeretné. Jó, akkor kezdjen Ungi. Igen. Jó. Kezdjen Ungi, és merre megy a kör? Ezekből a skill munkából 6-nak kell elfogynia? 6-nak kell elfogynia, igen. Akkor kiválogattam a 6-ot. Hát nagyon ügyes vagy. Ungi, és akkor menjünk feléd, Dave, szerintem. Ja. Hová, hogyha mindent jól értelmeztem, amikor a szabályokat mondtad, akkor máson gondolkodtam. Az a baj, hogy nem én mondtam a szabályokat, de ha erre nem emlékszel, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú videó lesz, Ungi. Tipikus Ungvarski pillanat. Szóval mi lenne akkor, hogyha kezdene inkább Dave szerintem, ha már a nyálat, én elfogadom neked, jó? Legyen a nyál. Én kezdek? Igen, kezdjél te, jó? Nem baj, ha látom, hogy miből lehet választani, ugye? Uh-huh. Mi kell nekem? Minden is. Én akkor ezt a kéket fogom kivenni. Ahó. És ezt a kéket, ezt be is helyezném ide. 3-as robbanás történt, úgyhogy ezt a 3-at ezt ki fogom venni. És ott nincs több robbanás. És hát most nincsen robbanás. Sajnos. Ja. Pedig az elég jó lett volna, hogyha még ez is robban. Viszont ezzel én már, mint egy mondhatni, elégedett is vagyok. Úgyhogy Gábor, te. Kérdés, hogyha én itt például ezt a középső sárgát kiveszem, igen, akkor igen, ezt a másik kettőt is megkapod. Szuper, ne jó. Akkor én őt kivettem, és akkor azért ezt a kettőt ők robbannak. Így van. Kérem, és ebben a helyzetben nekem itt van 3 sárgám. És Mörli, te jössz akkor. Nagyon, nagyon
örülök a sikereidnek. Köszönöm szépen. Akkor én meg kiveszem ezt a feketét, és ez a két piros is jön vele. Ó, sérült a golyó. Nem sérült ez a golyó. Jó, már sérült a golyó, kussoljál. Te jössz. Ungi. Hú, mi? Ja, igen. Ungi, hárman jöttünk már előtted, úgyhogy most már értem ezt. Nyugi! Azt neved ki, légy cím, mert nekem nagyon kívül a két piros. Hát ez így később. Az a két piros. Király. És még a kék is robbant. Igen, ez a két kék. Bár ez egyelőre nem hasznos, úgyhogy... Félrejtja. Aha. Jó. Én jövök. Ugye ezt én ki tudom venni. Én? Akkor ott van egy robbanás. Kösz, Marley, olyan jó, hogy vagy nekem. Ők is jönnek. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy szerveztél nekem tábor. Ide behelyezek. De most tényleg magatokat promoztátok ilyen a... bújtatott módon? Srácok, nem. Benne van a fejetek a dolgotokban. Ups. És akkor Gábor, ezeket így, tudom felajánlani. Én megcsináltam egy potiont. Aha. Úgyhogy ezek random visszamennek. Mindig borra a legközelebbi lyukba kell berakni. Barna. És ez a potion, ez készen van, ennek ugye az a képessége, hogy nem emlékszem rá. Félrerakott cuccaidat, fel tudod használni bármilyen színűként. Ó, tényleg, nagyon jó. Aha, ja, ez tök jó, igen, ez tök jó. És most húzzatok egyet, ami egy random, ugye nyilván azt szeretném, hogy minél egyszerűbb legyen megcsinálni. Ez elég jól hangzik. Gáborom! Te jössz! Nem könnyíted meg az életemet. De nekem az egyetlen célom ezzel a világon, hogy a te életed könnyebb legyen. Másik irányba kellett volna, hogy menjenek. Ez volt az első hívám és az utolsó is. Nem, egész egyszerűen csak nem szabad ugyanazt gyűjtenünk. Hát arról nem tettem, bízunk benne. Jó, ezt a sárgát én elkérem, és akkor ezt a kettő kéket is elvettem. Az nagyon jó. Az egyik oda megy, a másik pedig ide jó. Én elveszem ezt a feketét, ami miatt robbanni fog ez a három sárga. Amivel elkészült egy italom. Ezeket így... be is öntöttem. Ezzel ugye újra tudok aktiválni egy megivott italt. Italt, igen. Csak és... kicsit följebb rakjuk, hogy látható is legyen. Vagy esetleg ne dőlj be ennyire. Igen. Jó, még kiválasztom minden dolgot, aztán visszadőlök. Jó, hogy megyek a 10 pontra, jó lesz ez. Jó, akkor én elveszem innen ezt a feketét. És kiveszel 5 darab sárgát? Aha, igen, ezt szerintem jól látjuk. Azt a pizza. Azt a pizza. Jézusom! De lehet, hogy Unginek skillje nincs, de Mázlia az, az van. Tökre van skillem. Abszolút, látom. Nem. És most akkor ilyenkor ezekből nem. Mit cserélhetek? Ah, igen, cserélhet? De először azt vissza kell öntened. Ja, hát persze. Mert ugye csak a köröd végén kell a fölösleget oda beönteni. Jó, és ez most csinált egy olyat, hogy ugye választhatok egyet random. Ezt mondom, hogy különbözőm. Igen. És ezt már most is meg tudom tenni. Használhatod ezt a skillt? Használhatod ezt a skillt? Remek, akkor használtam. Amivel... befejeztél még egy potiont. Ja, várjál. Hol van az a sárga, mi a kezedben maradt az előbb? Erre vigyázz addig. Jó. Fogd meg a golyóját és mindjárt meg. ezzel pedig majd ezeket ugye bármire felhasználhatom. Nem. Azzal bárkinek felhasználhatod ja, a cuccát. Viszont akkor előbb húzok. Kettőt. Ez most nem kell. És mondjuk így. Ja, nem. Nagyon szeretnéd, de nem. Miért a zöldet dobtam? Milyen zöldet? Nincs is zöld a játékban. Zöld? Jó, mindegy. Sárgás zöld. Jó. Ki fogom venni ezt a pirosat, ezt behelyezem ide, ez robbant nekem 2 darab feketét, amiből az egyiket ide rakom, a másikat pedig ide, ezzel elkészült egy italom, ami azt tudja, hogy valaki másnak a golyóit fel tudom használni,
Úgyhogy én ezt fel is használnám arra, hogy... Ne! Jó, ez szép volt, ez elnyelom. Jó. De a szerelmem továbbra is oldhatatlan. Remélem. Csak hogy mentsem a jelenetet. Nem érzbe kell. Én nekem elválasztatom kell. Bocsánat, kérek. És ez ide vissza. Én öt szeretném. Na akkor most már tutira. Igen. Tehát ezt a feketét kérem, abból rom van a kettő piros. Piros, igen. A fekete ide félrejön, és a kettő piros ide bekerül, amivel elkészül ez az italom. Uh-huh. Akkor ugye ezt a négyet visszadobom. Így van. És ő pedig elkészül, amivel őket fel tudom használni bármilyen színként, igaz? Így van. Igen. Jó, akkor őt én el is lőném. Komolyan? Igen, komolyan. És azt fogom mondani, hogy ez a sárga és ez a kék bejön ide, amit most pirosak, ő elkészül, átfordul, és majd én is tudok egy bármilyen színűt elvenni. És amúgy azért csináltam ezt, hogy ha megnézlek, a pirosat nagyon nehezen tudtam volna szerezni. Aha. Tehát, nagyon minimális lett volna az esély rá. És akkor most vehetek el... Hát egy egész körlön megy még, úgyhogy... Hát ez biztos, de ettől függetlenül... Mindent értek. Leszarom, de értem. Jó, akkor kérném őt. És ezen felül még szeretném elvenni őt. Ez a polipos meteor, ez mit tud? Alsó sor, minden különböző színből egyet elvehetsz. Oké. Okay. Így is, hogyha. Igen, úgyhogy én jelenleg azt fogom csinálni, hogy ezt a sárgát fogom elvenni, és az berobbantja nekem oda azt a kettő kéket, amit berakok ide, amiből elkészült a pia. Te vagy az egyetlen, aki nem tud úgy játszani, hogy közben látszódjon egyébként mindene. Megtanít, hogy betolod középre? Betoltam középre, tessék. Nem tolt. De most az megvan, hogy te betoltál valamit középre, és aztán így mentél utána. Jó, oké. Okay, hogy... Mi lenne, ha ezzel a székkel egy kicsit felém húzódnál amúgy? Így. Mert csak a baj. Sokkal jobb. Aha. De ezt én ezt is fogom használni, mert ez egy fekete, egy kék, egy piros, meg egy sárga. Mindenből elvettem egyet. Az a kettő bekerül oda, ez a kettő ide lekerül. Ezt meg most nem, ez nem kell nekem most több. Ugye? Kék, fekete. Jó, rendben, akkor ennyi. És el fogok venni egy ilyet. Nagyon jó. Jó, kérem ezt a zöldet. Ami sárga. Ami sárga. Szintévesztő vagy, uram? Kurvára zöld. Szórakozzatok. Nem, de nem sárga. Sárga. Amúgy a zöld és a sárga között van, ugye? De inkább zöld, mint amennyire sárga. Ez sárga? Lényegtelen, ami robbant. Robbant két kék. Igen. Kék, az jó lesz. Igen, az kék. És aztán robbant neki három fekete. Ezek? Igen. No. Csodás! Nagyon jó. Ez szép volt. Ez nem volt szabály az. Szerint sárga. Szabály és az emberek szerint sárga. Legyen sárga. Ungi szerint zöld. Ilyen szintélesztéssel hogy van? A művészeknek a zöld. Így már értető, hogy a roleplayer logon még volt ez a zöld kocka, ami átlátszó volt. Mi? Hát az általad készített logón van egy zöld kocka, és amiért lyukat vettem a... Kiverném ezt. Izé. Igen, mert gondolod, hogy milyen vicces lesz. És ugye ilyenkor nem vehetem ki azt, ami nem látszik, hanem csak azt, ami látszik. De az része volt robbanásnak, nem? Nem. Nem? Nem, mert azok nem számítanak semennyire. Aha, értem. Tehát te láthatod és kalkulálhatsz azzal, hogy ott lesz majd egy robbanás. Viszont az, ami el van fedve, azt nem használhatod fel útközben. Jó, oké. Akkor én elkérném ezt a feketét, és abból a robbanásból a két pirosat.
két piros és a fekete bejön ide, illetve őt most akkor átrakhatod. Őt átrakhatod, így van. Őt akkor át is raktam, és ő mit tud? Ez az agyas... Elvehetsz egyet, és nem számít a robbanás, amit csinálsz. Mhm. Uh-huh. Jó, ezt most konkrétan azért kell, hogy csináljam, hogy a Merlin ne menjen el, mint állat. Bocsánatot kérek, de tényleg aki hozza az állatot. Miért? Mert mit ez így túl jó helyen volt. Miért? Majd rájössz. Jó. Ezzel ez megvan. Ezt visszadobom. Ő megvolt. És akkor elveszek egy másik potiont. Potion. Potion. Marley. Üdv szorok ezek. Mit csináltál már ide nekem te? Jó, legyen, elveszem azt a pirosat, meg azt a kettő robbanó sárgát. A két sárga bekerül ide. A piros bekerül ide. Innen a két sárgát berakom. Szökik a piros. Ide. A fiolákon belül nem lehet már mókolni. Ez ott van az ott. Azt beleöntötted. Jó. Működnek a folyadékok általában. Akkor jelenlegi helyzetemet figyelembe véve ezt azért elhasználom, hogy ez visszajöjjön. És ezt elhasználva elveszek egy feketét, egy kéket, meg mondjuk egy sárgát. A sárga bekerül ide, a kék bekerül ide, a fekete meg oda. Mehet. Jó, akkor én elveszem ezt az undorítóan sok pirosat. És akkor az undorítóan sok sárgát is elveszi. Még kéket is meg a kéket is elveszi. Aj, a figyeltek! Mármint nagyon szeretlek, és gratulálok a sikereidhez. Köszönöm szépen. És a kékek nem is kellenek. És akkor ezt... megnyeri, akkor ez pusztán csak azért lesz, mert odaadjuk neki az ilyeneket. És akkor ezt most ezt visszagurítom, hogyha nem kell, ugye? Hát itt még variálhatsz benne, hogy mit tartasz meg. De jó. Visszagurítod, igen. Azért. Ez az egyetlen, ami tele van, de gratulálunk. Na, én elveszem ezt a kéket, amit behelyezek ide, aztán elveszem azt a kettő kéket, ami robbant, ez a kezembe kerül, és elveszem ezt a három pirosat, ami robbant. Nem az volt, hogyha mivel kívülről jött, akkor ezt nem? Már benn volt a piros, amivel ja, robbant. Ugye én ezeket nem tudom berakni, viszont tudok egy ilyet csinálni, amivel mind a két potionomet meg tudom csinálni, és ők pedig bejönnek valójában ide. Van olyan, amit három piros kell, nincs, nem baj. Na, ők visszamennek. Most feltöltötte a piacot. Fel kellett tölteni a piacot. Köszönöm neki. Ugye mind a kettő potion az elkészült. Fordíts meg. Tessék? Fordíts meg. Úgy. Ja. Mind a kettő potion elkészült, és most húznom kell, ugye. Nem biztos, hogy ezt akarnám igazából, de egyáltalán nem rossz. Nem rossz. És ha már itt vagyok, akkor elviszem őt is, mert ezt a skillt én még nem próbáltam. És tetszik. Te is tudsz egy kicsit kijebb húzódni esetleg? Persze. Mondjad ezt kedvesebben. Persze. Jó, haladjunk. Au! Tudod, mi van az instant karmánál? A videóra vett instant karma. Ez a top kategória. Ja, Istenem. Köszönöm, YouTube. Jó, oké, akkor én nekem jön ő, amiből jönnek ők, amiből jönnek ők, amiből jönnek ők. Az arahat. Ungitól tanultam. És akkor bejön ő, bejönnek ide. Ők! És akkor ők kikerülnek, elhasználom ezt a szivárványosat, amiből ez a kettő bekerül, és kész van az a potionom. Ügyes vagy. Hétjük.
Jó, ő mit tud? Az, hogy el tudsz venni két egymás felett lévő, nem ugyanolyan színűt. Robbanások nem számítanak. Jó. Oké, akkor ebben a helyzetben én szeretném elkérni ezt a potiont. És akkor te vagy Marley. Akkor elveszem ezt a feketét, meg ezt a két sárgát. Amiből a fekete bekerül ide, az egyik sárga az egyelőre ide. És ők akkor itt mennek is vissza. És az a sárga, ami ott van? Ez még a kezemben van. Ez még lehet, hogy meg lesz tartva. De az nem... Ja, hogy úgy, igen. Ha még kitalálom, hogy mit fogok fölvenni, utána még eldobom, hogy cserélek-e. De valószínűleg nem, mert nincsen olyan útja, ahol kell három sárga. Igen, erre már mindenki rájött rajtad kívül. Úgyhogy... Kivéve Hungi, mert neki zöldek vannak ott, és nem sárga. Ja. És akkor... Mostantól hívjuk zöldnek, hogy jobban legyél. Léci. Jó. Na, te jössz. Most neked még egy zöldre van szükséged, ahhoz, hogy befejezd meg azt egy, a pontosra. Meg egy pirosra. Ez a rózsaszín. Az a rózsaszín. Ez piros? Hívjuk valamit. Eperszínű. Elvetszem ezt a magentát. Ha igazán ki akarsz baszni az editorral, akkor mondjuk azt, hogy innentől át is színezi. Ami miatt jönnek a zöldek. A zöldek, igen. Amiatt jönnek a bíbor színűek. Igen, igen, nagyon szép. És az a sárga zöld, ott marad. Akkor igen, ezeket vissza. Igen. Hatalmas golyómágus vagy. Annyit csak, hogy Ungi, húzd bejjebb onnan a potionjaidat, mert nem látszanak a felső kamerám. Ja. Jó. Így sem, de. Hagyjál már. Jaj, nem lesz ilyen mókám. Jó, akkor választok mondjuk egy ilyet. Meg egy ilyet. Te sárga és két feketével járok sokkal jobban. Aha. Veszem ezt a sárgát, robban a két fekete, amivel megcsinálom ezt, berakom. Sárgának hívtam. Ja, zöld, nálam is szintévesztő vagyok. Semmi baj. Ezzel én úgy döntök, hogy elkészítem ezt a potionomat, végtelenül szabályszerűen. Ez a potion, ugye azt tudja, hogy én kivehetek egyet. Mana poti. Na, viszont most Dave nyitva lett az ajtót, úgyhogy én úgy kezdek, hogy ellövöm ezt a potionomat. Ugye ő azt csinálja akkor, hogy jól értem, hogy kettő egymás felettét, és nem robban. És nem robban. Szuper. Akkor én ezt a kettőt szeretném kivenni. Őket én most be is rakhatom, rögtön? És akkor utána én választok egyet, igaz? Ami fog kerülni. Ami ez az egy piros lesz, amitől robban a három sárga, amitől robban a négy kék. Opszi, bocsánat, itt a skill tokent ügyíztem. Az szép. Ja, ide jön egy, kettő, három, szalad. Három kék, van ide egy sárgám, van még ide egy pirosam. Akkor ezt nem így játszottuk. Félre rakok kettő sárgát és egy kéket. Jó. És Mörli, te vagy mivel? Ugyanígy kezdek, csak én kiveszem ezt a feketét meg ezt a kéket. Kék az bekerül ide, a fekete meg ide. Kiveszem az egy kéket, amivel robban oda a három fekete. A három feketével itt betelítem ezt az italomat. A kék az bekerül ide. Ide. És ezáltal a... Ez megvan, amit ha akarnék, akkor most használhatnék is, de én egyelőre csak ezt a pirosat fogom áttenni oda. És nem használom még az italt, ellenben elveszem, ez parenti nyelven, ezt.
nagyon ügyesen nézted a videót, szép munka. Hamarosan újra találkozom. Nézzétek csak, Csúszszuper partnerek. Ők pedig itt a csodálatos patreonjaink, akik miatt működik ez az egész.